Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2023. november 2-án, csütörtökön pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Közmeghallgatást tartott a városvezetés október 25-én. Közös istentiszteletet tartottak a reformáció napja alkalmából. Számtalan sportesemény várható a hétvégén városunkban. Október 25-én a képviselőtestületi ülést követően közmeghallgatást tartottak a Városháza dísztermében, ahol a város polgárai és a helyben érdekelt szervezetek képviselői bármely közérdekű ügyben kérdést, javaslatot fogalmazhattak meg. A közmeghallgatás funkciója, hogy a helyi lakosok, illetve helyi szervezetek képviselői a polgármesterhez, illetve a képviselőtestület tagjaihoz kérdéseket, javaslatokat, kéréseket fogalmazhassanak meg a helyi közügyekkel kapcsolatban. Az október 25-én megtartott közmeghallgatáson dr. Turán Csaba jegyző tájékoztatta a résztvevőket a november 1-től megváltozott orvosi ügyeleti rendszerről. Az orvosi ügyeleti ellátást a kistérségi többcélú társulás bizonyos tagönkormányzataival közösen egy megbízási szerződés alapján az Emergency Kft. Biztosította. Ez az ellátási forma így ebben a formában megszűnik. Bács-Kiskun vármegyében november 1-től az OMSZ, azaz az Országos Mentőszolgálat fogja ellátni az ügyeleti teendőket. Az egyik legfontosabb változás talán az lesz, hogy megváltozik az ügyeletnek a telefonszáma. Tehát a megszokott telefonszám helyett vármegyében 2023. november 1-től a 1830-as telefonszámot kell majd tárcsázni. Domonyi László polgármester tájékoztatta a megjelenteket Kiskörös város 2023. évi költségvetéséről, valamint a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról. A város pénzügyi helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy a városvezetést egész évben foglalkoztatta a közüzemi díjak csökkentése. A gazdálkodás eredménye lett, hogy az 580 millió forint előirányzatból a mai napig 221 millió forint teljesült. Ez azt jelenti, hogy 221 millió forintot fűtöttünk el és világítottunk el. A terveink 580 millió forint voltak. Jelentős megtakarítás volt pénzügyi helyzetünkben. Domonyi László elmondta, hogy a város betervezett bevétele 676 millió forint volt, ami jelenleg több mint 1 milliárd forint. Sokan kell kezeljük, hiszen a cégeink 2023-ról 24 évre májusban készítenek majd bevallást, akkor fog egyértelműen látszani a 2023-as évi teljesítés. Gratulálunk a kiskörösi vállalkozóknak, vállalkozásoknak, cégeknek, fantasztikus teljesítmény az, amit mi regisztráltunk ebben az évben. Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésre kerültek. Az eddigi teljesült kamatbevétele a városnak 50 millió forint. A betervezett uniós támogatásokból 109 millió forint teljesült, és még 370 millió forint várható december 31-ig. Amennyiben mégsem érkeznek meg az uniós pénzek, a pénzügyi kiadások megtakarítása, valamint a megnövekedett adóbevételek biztosítani fogják a város költségvetésének pénzügyi egyensúlyát. Kijelenthetjük, hogy stabil működése van a városnak, és azt is kiemelhetjük, hogy óriási teljesítmény volt az intézmény rendszerünknek a közüzemi díjak számlákban a megtakarítás, és ez 10 milliókban mérhető. A polgármester példaértékűnek nevezte azt a városi összefogást, mely az energiatakarékosság kapcsán megnyilvánult Kiskörösön. Ezt követően a közvilágítás kapcsán örömhírt jelentett be. Hamarosan visszakapcsolják a tavaly decemberben kikapcsolt lámpatesteket, és várhatóan május végére az egész városban ledesre cserélik a közvilágítást, amely üzembiztosabb lesz és felére csökkenti a fogyasztást. A város a jövőben olcsóbban kapja a villamos energiát. 23-ban 199 forint 43 fillérért kaptunk áramot, plusz áfa. Ez 2024-től két évre 75 forint 60 fillérre fog lecsökkenni. Ez az új.
A csökkenés megjelenik a közvilágítás díjában és a gáz árában is. Domonyi László a közmeghallgatáson beszélt a Petőfi 200 emlékévről, a szilveszterkor átadásra kerülő új köztéri Petőfi szoborról. A közmeghallgatás végén Békés József kért szót a Munkácsi utcában kimaradt járdaszakasz pótlásáról, valamint a vasútállomás melletti szemetes buszmegállóról tett fel kérdést. A kérdésekre a válaszokat Szedmek Tamás alpolgármester és Domonyi László polgármester adta meg. Október 31-én a reformáció napján közös Isten tiszteletet tartott az evangélikus és a református gyülekezet az evangélikus templomban. Az alkalmon Pénzes Péter református lelkipásztor hirdetett igét, a liturgiát Fejfer Otto evangélikus lelkész vezette. Luther Márton 1517. október 31-én Wittenbergben közzétette 95 tételét, és ezzel kezdetét vette a reformáció. Ezt ünnepelték a reformáció napján összegyűlt református és evangélikus hívek a kiskörösi evangélikus templomban megtartott közös Isten tiszteleten. A reformátorok 5 pontban foglalták össze tanításukat. Az 5 sóla kifejezi a protestáns reformáció 5 alapvető hittételét, azokat az alapokat, amelyek a reformátorok hite szerint a keresztény élet és hit gyakorlásában alapvetők. Az 5 alapelv az közös a evangélikus és református egyházban is. Ezek az úgynevezett szólák, a reformáció szólái, azaz szóla egyedül. Egyedül a Szentírás, egyedül Jézus Krisztus, egyedül Isteni a dicsőség, egyedül hitáltal. Az 5. hittétel az egyedül kegyelemből. A reformáció ünnepén megtartott közös istentiszteletnek már hagyománya van városunkban. Minden évben október 31-én a protestánsok a reformációra emlékeznek, és így országszerte tartanak reformációi istentiszteleteket, reformációi emlékistentiszteleteket, és ennek hagyománya van Kiskörösön is. Minden évben változó a helyszín és az igehirdető, egyik évben az evangélikus templomban tartjuk, és akkor református igehirdető szolgál, másik évben pedig református templomban evangélikus igehirdetővel tartjuk az ünnepi istentiszteletet. Idén az evangélikus templomban tartották az ünnepi istentiszteletet, ahol Pénzes Péter református lelkipásztor hirdetett igét. Szeretett testvéreim, kedves ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg Istennek azt az igéjét, melyet az ő szent lelke által megérthettem, és ugyanezen lélek segítségét kérem, hogy továbbadhassam a reformáció ünnepének üzenetét ebből az igéből indulva. Olvashatjuk ezt Pál apostolnak Korintusba írt első levelében, a 3. fejezetben, a 11. versben. Így szól ez az ige, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely Jézus Krisztus. A közös református és evangélikus istentiszteletnek idén volt egy különlegessége. Először tartunk közös úrvacsorás istentiszteletet, és úrvacsorai közösségben együtt lehetünk ezen a mai alkalmon, mai istentiszteleten, független a különféle egyházi dogmáktól, rendszeres teológiai tézisektől. Én úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb dolog, hogy az úrvacsorai közösséget együtt, közösen megélhetjük. Az ünnepi alkalmon énekkel az evangélikus templom énekkara működött közre. A reformáció napja alkalmából megtartott közös istentiszteletet megtekinthetik a Kiskörös Televízió közösségi oldalain. Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Baleset Megelőzési Bizottsága minden évben megszervezi a Látni és Látszani kampányt, melynek keretében a programban résztvevő autószervizek, valamint a regisztrált optikák számos ingyenes szolgáltatást biztosítanak a lakosság számára. Október 18-án elindult a Látni és Látszani kampány, amelyet az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Baleset Megelőzési Bizottsága szervez minden évben, hogy felhívják a járművezetők figyelmét járműveik rendszeres karbantartására. Működjön a lámpa elől is, hátul is a járművön, illetve a jármű szélvédője is teljesen biztonságosan átlátható legyen, tiszta legyen, ne legyen megrepedve, valamint a járműnek a fék és kormányberendezése is 100%-osan működjön, hogy a közlekedés során, amikor használni kell, akkor teljesen rendben működjön. Emellett felhívják a figyelmet látásunk rendszeres vizsgálatára is.
Mindenféle inger a közlekedés során elsőként a szemünk által jut el az ember tudatába, és onnan adja le a különböző reakciók alapján a válaszokat. Na már most, ha valakinek gyengébb a szeme, akkor nehezebben veszi észre egy-egy felvillanó féklámpát, egy ködös időben sokkal rosszabban fog látni, és így ez fokozottan balesetveszélyes. Annak érdekében, hogy járműveinket, valamint látásunkat is rendszeresen ellenőrizzük, a kampányban résztvevő autószervizek és optikák számos ingyenes szolgáltatást biztosítanak a számunkra. A kampányban regisztrált szervizek, autószervizek és optikákat fel lehet keresni a lakosságnak, és ott előzetes regisztráció nélkül meg lehet vizsgáltatni az optikákban az embernek a látását, teljesen térítésmentesen, és a korrekcióra is javaslatot tesz az optikus, illetve az ott dolgozó szemészorvos. Aki pedig az autószervizeket keresi fel, az pedig az autójának egy előzetes átvizsgálását kapja érte, ezt is térítésmentesen, majd pedig, hogyha szükség van rá, akkor akár az adott szerviz, vagy a saját autószerelőihez el kell vinni az autót, és ott lehet javítani a felmerült, esetlegesen megállapított problémákat. Városunkban az Autótakács Kft., valamint a Fókusz Optika is csatlakozott a december 3-áig tartó kampányhoz. A partnerek országos listája pedig megtalálható a látni-és-látszani.hu weboldalán. Késlelteti a szellemi leépülést, átmozgatja a testet, örömet, társaságot és egyfajta célt ad. Ez a Szenior Örömtánc. Kiskörösön 4 éve 20 résztvevővel indultak el a kifejezetten szépkorúaknak szóló foglalkozások. Ma már 50-en táncolnak a Petőfi Sándor Művelődési Központban hétfőn és szerdán. 4 évvel ezelőtt 20 fővel indult a kiskörösi Szenior Örömtánc csoport a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Ma már 50 tagja van a csapatnak. A csoport elmúlt éve nagyon mozgalmasan telt. Izsákon tartottuk a Táncvilágnapját áprilisban, és Körösi Örömtánc csoport is nagyon szép, gazdag létszámmal vett részt. Ez már hagyománnyá vált az izsáki rendezésű táncvilágnapi rendezvényünk. Akkor kint a főtéren szoktunk egy nagy ösztáncot tartani. Május 24-én a Kiskörösi Szenior Örömtánc csoport szervezett egy nagyszabású tánctalálkozót városunkban, amelyre Bács-Kiskun vármegye településeiről érkeztek résztvevők. Nyáron megszervezték a már hagyományos táborokat is, ahol a csoport vezetőjének, Antal Ildikónak más településeken működő csoportjainak tagjaival táboroztak együtt a Kiskörösi Szenior Örömtáncosok. Mátrában voltunk, Sástó kempingben 60 fő körül táboroztunk, és szintén Kiskörösről nagyon sokan vettek részt ebben a 4 napos tánctáborban, ami nagyon-nagyon jól sikerült mindenki örömére, sok-sok élménnyel. Újra a csoportjaimon belül a táncoskák ilyenkor mindig nagy-nagy örömmel üdvözlik egymást, már kifejezetten barátságok köttette. A Szenior Örömtánc nagyon jó módszer arra, hogy megelőzze az Alzheimer-kor kialakulását. A szeptemberi Alzheimer világnapon a kiskörösi Szenior Örömtáncosok bekapcsolódtak a Petőfi Sándor Művelődési Központ által szervezett programba. Dr. Markó Gábor neurológus előadása után a résztvevők csatlakozhattak a csoporthoz, és részesei lehettek egy össznépi örömtáncnak a Petőfi téren. Egy tanulmány ki is mutatta, hogy egész pontosan leírták, hogy 76%-kal nagyobb esélye van egy rendszeresen táncoló, idősödő embernek kivédeni a demenciát, mint aki nem tesz hasonló tevékenységeket. Természetesen a szellemi tevékenységek, valaki idősödő korában tanul meg nyelveket, verseket tanul, keresztre egy fényt fejt, az is nagyon sokat segít. De a fizikai aktivitások közül a tánc viszi a prémet. A csapat a napokban részt vett Várpalotán egy tánctalálkozón, ahol a Túri Vár báltermében örömtánccal töltötték el a napot. Jelenleg 50 tagja van a Kiskörösi Szenior Örömtánc csoportnak, akik közül több mint 30-an rendszeresen részt vesznek a hétfő és szerda délelőtti órákon a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Ennek ellenére még szeretettel várnak új jelentkezőket is. Nem kell hozzá tánctudás, csak
először eljönni bátorság kell, ezt is csak idézőjelben, mert semmi különleges dolog nem történik. Táncolunk páros táncokat, de táncolunk körtáncot, sőt lány táncokat is, tehát amikor sorban, vonalakban állunk. Tehát nagyon gazdag a repertoár, úgy, mint zenében is. Népek zenéire is szoktunk táncolni, de tipikusan a szalontáncok zenéire is. Természetesen az idősödő korosztály fizikai adottságaira alkalmazva a lépéseket. Kiskörösváros életében meghatározó szerepet tölt be a sport, hiszen számos sportegyesület működik városunkban, melynek köszönhetően minden hétvégén van lehetőségünk egy-egy sportmérkőzésre ellátogatni, így az elkövetkezendő 3 nap is mozgalmas lesz a szurkolók számára. Városunkban számos sportegyesület működik, melynek köszönhetően a gyerekek, valamint a felnőttek számára biztosította a mozgás lehetősége. A klubok életében fontos szerepet tölt be a versenyeztetés, így szinte minden hétvégén akad olyan mérkőzés, amelyre ellátogathatnak a szurkolók. November 3-án a kiskörösi LC U15-ös lánygárdája lép pályára, amikor a Bugac KSE csapatát fogadják délelőtt 11 órakor a Revalópál sporttelepen. A kiskörösi együttes jelenleg a bajnoki tabella 3., a vendégcsapat pedig a 4. helyén áll, így egy izgalmas találkozóra számíthatnak a szurkolók. November 4-én a kézilabdát kedvelők egy Soltvadkerti rangadót tekinthetnek meg, délelőtt 10 órakor, amikor a Vármegyei első osztályú férfi felnőtt bajnokság keretében a Soltvadkerti Kuse, valamint a Soltvadkerti TL gárdája mérkőzik meg egymással a kiskörösi városi sportcsarnokban. Szintén ezen a napon lép pályára délelőtt 10 órakor a kiskörösi LC U14-es csapata, amikor hazai környezetben mérkőznek meg a kiskunmajsai FC együttesével. Szombaton további labdarúgó mérkőzésen szurkolhatnak a foci rajongók, amikor a Vármegyei harmadosztályban szereplő KLC második csapata az Akasztó FC második gárdájával mérkőzik meg idegenben délután 13 óra 30 perckor. November 5-én pedig egy régi hagyományokra visszanyúló, szomszédvári rangadóra kerül sor, amikor a Vármegyei első osztályú bajnokságban szereplő KLC gárdája a Soltvadkerti TL Soltú csapatát fogadja délután 13 óra 30 perckor a Revalupál sporttelepen. Most pedig nézzük a mai nap híreit, még egyszer röviden. Közmeghallgatást tartott a városvezetés október 25-én. Közös istentiszteletet tartottak a reformáció napja alkalmából. Idén is elindult a Látni és Látszani kampány. Mozgalmas időszakon van túl a Senior Örömtánc csoport. Számtalan sportesemény várható a hétvégén városunkban. Kedves nézőink, minden munkatársam nevében megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Legközelebb új összeállítással holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor és holnap reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskoros.tv.hu oldalon vagy a közösségi médiában. A híradót követően Naprakész című műsorunk következik, majd Heti Arc című műsorunkban Kaponya László táncpedagógus lesz a vendégünk. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is. Viszontlátásra!